Sziasztok! Ez egy spontán videó. Sokan kérdezték, hogy na most milyen ez a böjtölés, ez a szakított böjtölés, a intermittent fasting, és hogy ez most 2 hete csinálom, holnap van a fotózásom, és mielőtt egy-két szót elmondok a böjtölésről, hogy eddig milyen eredményet értem el, és hogy tartom, és hogy pontosan hogy kajálok, hogy edzek, megmutatom, hogy holnap mi lesz a első része a kaja, szóval az étkezésemnek. Én úgy sem kb. Hogy 2 nagy adagot szoktam enni. Ez most egy is fél adag, a másik felét az majd este fogom megvenni abban a fitness étteremben, grill zöldséget, meg édes burgonyát. Ez meg az első fele. Na. 30 deka tofu, édes burgonya. Az volt egy fél kiló, 40 deka inkább, 80-90 deka cukini, szóval majdnem 1 kiló, és 6 tojás. Ezt fogom így kb. Egyszer megenni, ez roundabout kb. 1200 kalória, most pontosan fejben nem tudom. Szóval tömegben sok, eltelít, utána olyan jól érzem magamat, hogy ennyit eltek, és tudom is, hogy még fogyok is, mert most itt a pont 2 hét alatt, jó, most nyilván diétáztam is, de amikor még nem diétáztam annyira, a fotózás miatt az első napokban is már lement egy fél, 1 kiló, szóval 1 hét után is már mínusz 1 kiló lett, most mínusz 2 kiló ment le. A fotózásért holnap fogok még egyszer állni a mérlegre, kb. Mínusz 2,5, mínusz 3 kilót fogytam le. Nem tökéletes forma, de jó lett, és ezt a szintet fog most tartani, és még jobb, még lejjebb fog menni a testzsír százaléka. Magamnak be akarom bizonyítani, hogy sok edzéssel, ha odafigyek maximálisan a kajára, akkor tudom tartani a formát is, és nyilván gyengültem, mert nem kap a szervezetem elég szénhidrátot már hetek, hónapok óta. De jól érzem magamat amúgy. És akkor most szeretnék pár dolgot mondani, és miért mondok valamit a böjtölésről, még egy dolgot a édes burgonyáról, amit láttátok itt. A édes burgonyát, burgonyát, rö. Sokan, vagy nem sokan, ketten mondták, hogy burgonyát mondok. Csak egyszerűen mondani, a németben a rö nem létezik ott, a rö az csendes, ezért is ejtek furcsán dolgokat ki. Csak ennyi. Én aki még nem tudta, igen, németül tudok anyanyelvű szinten beszélni, és nem magyarul. Miért is? Mert ott éltem, életem 90%-át. Jó, de most a lényeg az, a édes burgonyát kiszoktam most főzni vízben. Gyorsabban kész, egyszer bedobom, szépen megpuhul, nagyon finom. Ajánlom mindenkinek, egy 15-20 perc, és kész. Szóval, milyen a intermittent fasting, a böjtölés eddig, ahogy már mondtam, hallottátok, lement a kiló izomból, mert a fény milyen. Jó, hát most nagyon rossz itt a fényviszony, leszarom. Izomból sok, vagyis nem ment le semmi, sok, nem ment le semmi, erő is olyan gyenge, olyan erős vagyok, mint 2 hete. És hogy csinálom? Kb. Dél 11-től este 7-8-ig kajálok, előtte utána nem, és fontos tipp nektek is, ha tudjátok, akkor edzés legyen mindig a böjtölés végén, aktív az agy, nagyon jól megy az edzés, most évek után energizáló nélkül is nagyot tudok edzeni, és ilyenkor a böjtölés végén azért, ezért amit mondtam, éhgyomorra jobban tudtok koncentrálni, egyszerűen az edzés nagyon jól megy, és utána egyből tudtok kajálni. Ez lenne az ideális. Ha meg nem tudjátok berendezni időm hiány miatt, akkor kajálás után, csak én például az első kaja után, amit itt látok, utána tele vagyok, utána mindenre van kedvem, csak nem edzeni. Kardiózni is ajánlom nektek, ha kardióztok, a böjtölés során éhgyomorra nagyon jó, hatékony. Szóval én így szoktam csinálni,
és kb. Kétszer eszek, két nagy adag, néha háromszor is, szóval két, max. Háromszor eszem, és ez a 8 órát ezt élvezem, ez olyan jó, és utána 16 óráig csak vízivás van, kávé, olyan, amiben nincs kalória. És tök jól érzem magamat. Tök jól. Reggel a legnehezebb, délelőtt, amikor korog a gyomor, és egy-kétszer hirtelen éhes eszek, megiszok egy kávét, sokat iszom, és lefoglalom magamat, egy nagyon fontos tipp is, ha bőtölünk, foglald le magadat, nekem szerencsém van, délelőtt, reggel vannak edzések, meg amint elkezdek edzeni, szóval súlyokkal, már nem vagyok éhes. Szóval eddig nagyon tetszik, nagyon jó, fotózás után megemelem a CH-t, még nem tudom pontosan, hogyan fogom csinálni, de az a célom az lesz, hogy továbbra is csökkentem a zsír százalékomat, és izomzatot tartani, vagy még esetleg még kicsit feljebb is. Az most igyekszem továbbra is még keményebben edzeni, mindig lehet keményebben edzeni, mindig lehet. Most a kaja maxon csinálom, még jobban. Csalónap, kérdeztek csalónap, bőtölés során nekem a csalónap ilyen, hogy csalónap nincs, rossz kaja nincs. A csalónap az nekem azt jelenti, hogy néha több CH-t viszek be. Például most pár napja volt egy töltőnapot, elmentem és ettem sok sushit. De ilyen, hogy ezek szalt, az is van, évente le tudom a ujjamon számolni. De általában ilyen, hogy csalónap nincs. A csalónap az nekem az, hogy több CH. Több jó kis finom CH. Jó, ennyi volt a videóból. Ha tetszett, megköszönöm a lájkokat, a kommenteket továbbra is, hogy ti mit szóltok ehhez, és hogy ti is most elkezdtétek el, sokan most én miattam ugye elkezdték, mondták, hogy kipróbálják. Ti eddig pár hét alatt mit tapasztaltatok, kíváncsi vagyok erre, és aki még nem tette, iratkozzon fel, és igen, látjátok, hogy tudom, hogy akkor még több ilyen videókat akartok látni az kajáról, meg a bőtölésről, szakított bőtölésről. Ennyi volt, és hello!